A magyar érdemrend középkeresztje csillaggal polgári tagozata kitüntetés kapta Palánki Ferenc, a Debrecen egyházi római katolikus egyházmegye püspöke, több évtizedes lelkipásztori szolgálata, valamint a papnövendékek szellemi és lelki felkészítését szolgáló nevelői tevékenysége elismeréseként. A magyar érdemrend lovakkeresztje polgári tagozata kitüntetéssel díjazták Galsi János római katolikus lelkipásztort, az olyaki nagyboldogasszony plébánia lelkészét négy évtizedes lelkipásztori szolgálata során a hátrányos helyzetű állami gondozottak érdekében végzett odaadó munkája elismeréseként. Ugyanebben a kitüntetésben részesült orosz István görögkatolikus pap, a Mária Pócsi nemzeti kegyhely igazgatója, a hadáron túli magyarság körében végzett, elkötelezett szolgálata, valamint a hazai görögkatolikus hívők összefogását szolgáló kiemelkedő közösségépítő munkája miatt. És dr. Pap Tibor, görögkatolikus pap, a Nyíregyházi Egyházmegye főhelynöke, az újonnan alapított Egyházmegye intézményi rendszerének kialakításában és bővítésében vállalt szerepe okán. A Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetésben részesült, Kovács László, a Felső Tisza vidéki vízügyi igazgatóság nyíri szakaszmérnökségének szakaszmérnöke. Nagy János Kárpitos mester, a Fehérgyarmat és Térsége ipartestület elnöke, és Szofil Kánis Judit, a nyíregyházi ukrán nemzetiségi önkormányzat volt elnöke. A Magyar Arany Érdemkereszt katonai tagozata kitüntetésben részesült dr. Hudák Zsolt György rendőrezredes, a szabolcs szatmár bereg megyei rendőrfőkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány helyettese a rendőrség állományában végzett két és fél évtizedes kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréseként.